olyan szépen mutatnának a polcomon. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy top listát fogok összeállítani. Ugyanis az elmúlt kb. Két hónapban egy Alice Osman maratont tartottam, ugye ő a Heartstopper képregények szerzője is, most szerintem erről lehet a leghamarabb, legjobban felismerni. És én a Heartstoppert még tavaly előtt olvastam, így tavaly is, meg tavaly előtt is, és igazából szerettem volna minden Alice Osman könyvet olvasni, meg a tőle a Loveless-t olvastam korábban, azaz tavaly, és most június-júliusban konkrétan le-binge hallgattam Scribden az összes többi regényét is, és arra gondoltam, hogy akkor most összeállítok egy top listát abból, hogy ezek közül melyik volt a legjobb, illetve legrosszabb. Igazából spoiler, egyik könyve se volt rossz, csak tudok közöttük sorrendet állítani. Úgyhogy most ezt fogom megtenni. Mielőtt belemennék konkrétan az összesbe, nyilván az egyik könyve az a Heartstopper sorozat. Az a Heartstopper, hogy ugye ez egy képregény, kicsit más a hangulatvétele is alapjáraton, nyilván érződik a regényeken is, meg a képregényen is, hogy Alice Osman írta, de hogy, mert hogy benne vannak azok az elemek azért mindegyik könyvében, mint a kommunikáció, meg ezek, amiket szeretünk és értékelünk. Szóval nyilván a Heartstopper lenne a top lista élén, mert ez egy olyan sorozat, ami nagyon gyorsan berántja az ember, de azért is valószínűleg, mert ez egy képregény, szóval ez egy kicsit más a lapokon van, mint a regények, úgyhogy ez így külön Heartstopper, imádjuk, szeretjük, de ezt most nem fogom belevenni ebbe a top listába, pont azért, mert ez más, és ezt külön kezelem, tehát ezt nem tudom a regényekhez mérten rangsorolni, ráadásul én mindegyik Alice Osman regényt hangoskönyvben hallgattam, ezt meg online olvastam, és ugye mivel képregényhez alapból volt vizuális tartalmam, tehát láttam vizuálisan a képkockákat hozzá. A regényeknél meg nem. Én úgy tudom, hogy egyébként a papír alapú kiadásai Alice Osman regényeinek több helyen illusztráltak, szóval ez is biztos adna hozzá az élményhez, meg szerintem alapból azért szeretem a hangos könyveket, de más élmény papír alapon olvasni. Jobban lehet szerintem érteni a sztorit. Ettől függetlenül jók voltak ezek a regények így is, meg így sokkal egyszerűbb volt elolvasni, mint most megvenni mindenhonnan őket. De egyszer el szeretném majd olvasni mindegyiket papíralapon is, per megvenni, mert nagyon szép színesek és kellenének, meg a Heartstopperök is. Na de akkor térjünk rá a top listára magára, mert most nagyon sokat eldumáltam már az időnkből. Szóval alulról fogom kezdeni, nyilvánvaló okokból. 6 regénye van Alice Osmannek, plusz 4 megjelent Heartstopper képregény. Papíralapon 4 jelent meg, még csak. Tehát a 6. helyen, ezen a ranglétrán, nálam, ugye a Heartstoppert nem számoljuk most, tehát a 6. helyen Alice Osman első könyve a Solitaire áll nálam. Ezt tényleg azért kéne majd egyszer újraolvasnom, mert lehet, hogy hangos könyvben annyira nem jött át. Ez volt talán az egyik leghosszabb is az összes közül. Egyébként azért érdekes, mert ennek volt a legtöbb köze Heartstopperhöz, mert hogy hasonló idősíkon játszódik. Viszont valahogy félúton engem a hangos könyv elvesztett, meg nagyon brutál brit akcentussal olvasták föl, és ami nehezítette a szövegértelmezését, főleg az elején, amíg nem állt rá a fülem. Szóval az, hogy én ezt a könyvet erre a helyre raktam, nem feltétlenül a könyv hibája, tehát ezt lehet el kéne tényleg még egyszer olvasnom. Egyébként a sztorit követi Charlie testvérét, és főként a depresszióról szól, csak valahogy tényleg elvesztett egy ponton, hogy kicsit hosszúnak érződött, vagy úgy érződött, hogy nem történik semmi, és akkor ott úgy megzuhantam a hangos könyvvel. De hogy amúgy megvoltak benne azok a dolgok, amik miatt már a Heartstoppert is szerettem. És nem Nickről és Charlie-ról beszélek itt. Úgyhogy igen, ez tetszett az összes regénye közül a legkevésbé. Aztán a következő helyen igazából egy novella áll, ami a This Winter, ami gyakorlatilag a Solitaire-nek egy visszautalásának egy kifejtése, egy rövid karácsonyi történet. Van egy bizonyos karácsony, ami meg van említve a Solitaire-ben, és ennek a karácsonynak a története van kifejtve ebben a kisregényben. Ez egy egyórás hangos könyv volt talán, szóval nem volt egy túl nagy lélegzetvételű dolog.
Viszont ezt tudom, hogy fullosan illusztrált nyomtatásban, úgyhogy már csak azért is kell majd, meg úgy elolvasni. Ez egy stabil 4 csillagos olvasás volt, a Solitaire egyébként 3,5-et kapott végül. Szóval a This Winter jó volt, adott hozzá a Solitairehez, mert még kicsit hozzátett ahhoz a sztorihoz, de nem volt semmi ilyen kiemelkedő dolog, mert ez csak egy ilyen kis kiegészítés volt. Jó, itt a következőnél azon, hogy mi legyen a negyedik helyen per a harmadikon, kicsit gondolkodtam. Lehet, most is gondolkodok. Ez lehet legyen egy döntetlen. Ez az a baj, hogy ez nehéz döntés, mert hogy van egy dolog, ami a harmadik, most a harmadik helyre raktam az egyik másik kis regényét. Viszont azzal az a probléma, hogy van benne egy témafelvetés, sőt talán kettő, ami nagyon nem szerettem benne. Nehéz ügy. Szóval ez itt nagyon fejfej mellett haladós. Szóval végül is akkor mondom úgy, ahogy összeírtam. Negyedik helyre fölírtam az I Was Born For This-t, ez a legfrissebb olvasásom Alice Osmanttől. Ebben egyrészt követünk egy lányt, Angelt, másrészt egy fiú bandatagot, Jimmy-t, és Angel ennek a bandának, amiben Jimmy benne van, egy nagyon nagy fanja, és egy hét eseményeit írja le. És amúgy az I Was Born For This nagyon-nagyon sokáig nagyon tetszett, csak ebbe is volt egy-két ilyen mozdulat, vagy mozzanat, ami már kicsit sok volt azért, hogy a történet haladjon, de egyébként nagyon jó volt, és nagyon tetszett, és így felfedeztem, hogy Alice Osman szerette erről is sokat írni a könyveiben, hogy egy fandom, meg az internet, meg a közösségi média az így hogyan befolyásolja az embereket, meg milyen hatásai vannak, és milyen árnyoldalai. Szóval az I Was Born For This is nagyon tetszett, de talán a Nick és Charlie egy hangyányival jobban, már pedig azért, mert Nick és Charlie. Ugyanis ugye ez áll a harmadik helyen, ez szintén egy szolitár novellának van kimondva, ez 2 órás hangoskönyv volt már. Ami miatt a Nick és Charlie-ra nagyon mérges vagyok, az az, hogy egy ponton elfelejtik azt, hogy ők szeretnek kommunikálni, ami miatt nagyon mérges vagyok. A másik pedig az, ami miatt, hogy az egész problémát az a távkapcsolat problémája hozza föl. Az egy kicsit pedzegette az idegszálaimat, de aztán úgy voltam vele, hogy cuki volt, meg Nick és Charlie volt, és egyébként meg volt benne az a wholesome érzet, mint a Heartstopper-ökben, úgyhogy annak igazából jobb értékelést adtam neki, mint a második helyzetnek ezen a listán, de ezek miatt lejjebb fogom tenni a ranglétrán Anik és Charlie, tehát ők a harmadik helyezettek. Másodiknak a Radio Silence-t tettem. A Radio Silence is egyébként a fandom témakörrel foglalkozik, viszont van benne egy nagyon jó fiú-lány barátság is. Annyira jó témákat vetett föl, és volt benne egy olyan, ami nagyon-nagyon közel állt mondjuk azt a lelkecskémhez, az pedig az, hogy ez a... tudom, hogy mondják angolul, de szóval, hogy ez az iskolai teljesítmény körüli aggódás, meg hogy mindent arra alapozunk, hogy az iskolában jól kell teljesítenünk, és ennek bizonyos pontjaiban nagyon tudok kapcsolódni, mert én is mindig azon aggódtam, hogy úristen, nem tudom, 4-est kapok, akkor már nem lesz belőlem ember. Ez elmúlt egyetem alatt, csak ugye ezek mind ilyen középiskolás regények, és az középiskolás Matildának ez, ami még bennem él, ez nagyon nagyon tetszett ez a része. Nagyon-nagyon jó témákat vett fel a Radio Silence, úgyhogy ez nagyon megérdemelt második helyen van, és ezt csak 4 csillagot adtam le talán, de néha nem tudom megindokolni, mert adtam valaminek fél csillaggal többet, valaminek meg fél csillaggal kevesebbet. De a Radio Silence nagyon jó, úgyhogy azt hittem, hogy lehet, hogy ez talán kedvenc lesz, meg az I Was Born For This-re is azt hittem egy ponton, de a dobogón továbbra is a Loveless van. A Loveless volt az első Alice Osman regény, amit olvastam a Heartstopper-ök után, főként teszti ajánlására azt is, meg a Heartstopper-öket is. Lehet azért, mert ezt olvastam először, vagy nagyon jó volt a narrátora, mert egy narrátor nagyon sokat hozzá, egy jó narrátor nagyon sok jót hozzá tud tenni egy hangos könyvhöz. Vagy lehet, hogy azért is, mert a Loveless a többivel ellentétben, ahogy most mondtam, hogy ugye középiskolások, a Loveless az egyetem első évében játszódik. Tehát egyetemre mennek a szereplők, és itt egyetemre elkerülve új ingerek érnek mindenkit, és szép lassan a főszereplőnk rájön, hogy ő bizony aszexuális, és igazából a regény ennek a kiderítéséről arról szól, hogy erre rájön, hogyan kezeli, hogyan dolgozza föl, és ilyenek. Mindeközben egyetemen vagyunk, és
én is úgy második év végén voltam, szóval az úgy akkor, mikor én olvastam a Loveless-t, akkor tényleg nagyon rezonált velem az az egész környezet, ami bejátszódott, és nagyon-nagyon jó volt úgy. Ott is volt egy-két dolog, amire kicsit így úgy voltam, hogy de nagy, tehát abszolút szerintem az. A Loveless hagyta bennem a legjobb nyomot, vagy a legmélyebb nyomot, úgyhogy az került ennek a toplistának az élére. És akkor már tehetjük dobogósként még ugye első helyre a Heartstopper-t is, mert nyilván az is ott van a tetején a ranglétrának, csak ha a regényeket nézzük, akkor abszolút a Loveless volt a legjobb az összes közül, de tényleg a Radio Silence az nagyon közel van ahhoz szintén, mint a Loveless. Annyira jó témákat vetett föl, hogy az valami hihetetlen. Ez lenne az én jelenlegi Alice Osman rang listám. Lehet, hogy majd egyszer újraolvasom akármelyiket, akár mondjuk a Solitaire-t, máshogy fogom őket sorba rakni, de jelenleg ezt a sorrendet állítottam össze, és a következő feladat megszerezni az összes Alice Osman regényt. És a Heartstopper-ből is a hiányzó három részt. Olyan szépen mutatnának a polcomon. Ha esetleg ti is olvastatok már Alice Osmant-tal, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a sorrendetek, ha van ilyen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like-ombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!